Hatházi Ákossal folytatjuk az egyenes beszéd műsorát az RMP társelnökével, aki a legutóbbi korrupció infóján egy egészen elképesztő számot dobott be. Egy alapítvány kapott egy 1,2 milliárdos összeget. Egy olyan alapítvány, amelyik, hogyha jól sejtem, akkor korábban hát alig pár millió forintból gazdálkodhatott. A dolog önmagában is feltűnő lenne, attól lesz aztán különösen az, hogy Lázár János felesége ül a kuratóriumban. Biztos az, hogy ez egy egyenes vonalú irány, tehát hogyha ott ül a kuratóriumban Lázár János felesége, biztos, hogy ezért kapta a pénzt az alapítvány? Én erről először úgy hallottam, hogy majdnem egy éve felhívták rá a figyelmemet, hogy van egy ilyen pályázat, nem hirdették még ki a nyertest, de megjósolja nekem ez az informátor, hogy a nyertes, ez az alapítvány lesz, nézzem meg. Én megnéztem, láttam, hogy ez az alapítvány évenként 1-2 millió forintot valóban a koraszülött gyermekeknek a megsegítésére fordított, összesen 5 év alatt 20 millió forintot, és aztán vártunk, kihirdették a nyertest, és valóban ez az alapítvány nyert 1,2 milliárd forintot, ami még nagyon fontos a történethez, és nagyon fontos ahhoz, hogy megértsük, hogy itt mi a baj, hogy ezen kívül két másik alapítvány is nyert, egy pécsi, meg egy debreceni, de ők csak 600, meg 600 millió forintot. Egyébként ugyanarra, azt tegyük hozzá, hogy a cél az abszolút, ez egy én is adnék fontos pénzt erre, a koraszülőteket és azok szüleit segítő mentorhálózat kialakítására kapták a pénzt. Igen, ez nagyon fontos leszögezni, én ezt mindig elmondtam, mindenhol elmondtam, hogy maga papíron a célok nagyon szépek. Az első sajtótájékoztatón is azt mondtam, hogy azért hasonlítom Farkas Flórián ügyéhez, mert papíron ott is a híd a munkavilágába szövetkezetnek a céljai, amit leírtak a megvalósíthatósági tanulmányban, azok szépek voltak. Ott keresünk pár milliárd forintot, itt is keressük ezt az egy milliárdot? Igen, keressük, ugyanis amikor azt láttam, hogy valóban megnyerte ez az alapítvány, és valóban azt láttam, hogy egyrészt a miniszternek a felesége kurátor benne, másrészt a másik két alapítvány, akik egyébként jóval régebben foglalkoznak ezzel a témával, ezzel a üggyel, ez a nagyon szép és fontos üggyel, ők annyit kaptak, akkor én kikértem ezeknek a programoknak a megvalósíthatósági tanulmányát, és egész egyszerűen nem akartam elhinni, amikor elkezdtem ezeket olvasni. Elkezdtem olvasni, hogy az az alapítvány, amely korábban 20 millió forintot tudott 5 év alatt szétosztani, most kap 1,2 milliárd forintot, és azzal kezdi, hogy betervez 50 millió forint jogi tanácsadásra. Tehát ebből az 1,2 milliárd forintot, amiből ezeknek az egész kis elesett embereknek, tehát a legelesettebb, legkiszolgáltatottabb emberek ürügyén 50 millió forintot jogi szolgáltatásra ad. Ez horribilis pénz, tehát hogyha 20 ezer forintos legnagyobb ügyvédi díjjal számolunk, akkor is egy éves folyamatos ügyvédi költség. Utána megnézem, és azt látom, hogy beterveznek 3 mentorházat, azt mondják, hogy mentorházakat fognak létrehozni, ahol majd a koraszülöttek szüleit segítik, és ennek a 3 mentorháznak Gyulán, meg kéne nézni, nem is értem, hogy miért Gyulán egyébként, de Gyulán, Szegeden és Kecskeméten, ott azt bérlik. Azt mondja, hogy Kecskeméten miért? Ha ők szegediek? Mert ez egy régiós program, mind a 3 egy régiós program. Hát akkor Gyula is ugyanilyen igen, tehát délalföldi régióban, csak nem tudom, hogy miért nem Békés Csabán, de ez részletkérdés. Fontos az, hogy havonta 900 ezer forintért tervezték bérelni ezeket az ingatlanokat, összesen 80 millió forintért bérelték ezeket az ingatlanokat. Tervezték, vagy ki is bérelték? Ezt tervezték, ez megvalósíthatósági tanulmány, erre kapták a pénzt, ezt adták be, ezt tervezték. Uh-huh. Én megnéztem, Szegeden 350 ezer forintért lehet bérelni egy 500 négyzetméteres luxus lakást. És utána megnéztem a pécsi alapítványt is, annak a terveit, annak a pénzügyi terveit. Ő nem tervezett be egy fillért sem bérleti díjra, mert ő azt mondta, hogy a pécsi kórházban, a Szekszárdi Balassa kórházban és a Kaposvári kórházban a neonatológiák mellett fogja, azoknak az épületében fogja ezeket a mentorházakat kialakítani. Ingyen betervezett néhány millió forintot, hogy ugye ezeket a szobákat felújítják. Az benne van a dokumentumokban, ezek a mentorházak mit csinálnának? Igen, tehát ezekben a mentorházakban fogadnák
elfoglalják ugye azokat a szülőket, akik ezeken a borzalmas traumákon... De a traumákon szülők nem ott laknának. Nem ott laknának. Tehát... Ez lehetne egyébként erre is használni, mert erre például kifejezetten lenne szükség, hogy amikor megszületnek ezek a kisgyerekek, és akár több hónapot is ott vannak az osztályokon, akkor az édesanyjuk minél többet lehessen velük, akkor lehessen itt annyi mellettük. Történik, hogy valaki fogadja őket és beszélget velük? És elvileg a program szerint ez történik ezekben a mentorházakban. 90 000 forintért bérelték Bérelték havonta, bérelnék havonta. Én nagyon remélem, hogy ugye időben szóltam, és meg tudom állítani ezeket a programokat. Mert amikor tovább néztem, irattak egy mentor program módszertanának kidolgozására, és beterveztek pénzt. Mentor program, tehát azt, hogy hogyan lehet majd ezeket a segíteni ezeket a szülőket, ennek a módszertanát, óránként, nem akartam elhinni a sajtótájékoztató, ott még egyszer visszaszámoltam, de akárhányszor számolom, ez óránként 50 ezer forintért kell ezt megírni, ezt a tanulmányt. 1000 munkaóra le van írva, 1000 munkaórát kell dolgozni, ez 53 millió forint. Tehát gyakorlatilag fél év alatt valaki 53 millió forintot keresett volna, még egyszer mondom, a legelesettebb embertársaknak. Ön kivel iratna egy ilyen programot? Nézze, ezt meg lehetne iratni, nyilván vannak pszichológusok, vannak az egyetemeken, vannak olyan szakemberek, ezeket fel lehetne kérni. Én megkérdeztem, és tudom is, hogy egy professzornak körülbelül 5000 forint ma az óradíja, itt ennek a tízszeresét tervezték be, de hogyha azt nézzük, hogy egy védőnőnek mennyi az óradíja, vagy egy ápolónőnek azok az 1-2000 forintos óradíjak, akkor egészen elképesztő, és nem áll meg a történet. Nem szoktunk eljutni, amíg van egy kis időm, akkor hagyd mondjam, hogy például ezen felül a mentorházakban nyújtott szakértő szolgáltatások, és ide írja, hogy 3 mentorházban 30 hónapig heti 30 órában 205 millió forintot betervez. Ezt hogyha visszaszámoljuk, ez azt jelenti, hogy minden mentorházban ül egy szakértő, és 2,3 millió forintot keres havonta. 2,3 millió forintot. Tehát ezek a... Én ezt egész egyszerűen nem is értem, és akkor szerintem folytassuk. Érti? Én szerintem lehet, hogy értem, igen. De ha folytatjuk, és ami a legsúlyosabb ebben, hogy van még egy költség, amit viszont elfogad az ember, az pedig az, hogy azok a mentorok, akik aztán tényleg találkoznak a szülőkkel, és akiket ki kell képezni ebben a projektben, és aztán ők végzik a munkát, ezek lesznek 20-an, és ezeknek a fizetéséről ők 60 millió forintot fizettek be, vagy terveztek be. Ez azt jelenti, hogy ők havon fognak nettó 50-60 ezer forintot keresni. Tehát lesznek, na végre egy számon lesznek, biztosan stimmelne. Lesz biztos. Viszont, hogyha összehasonlítom a Pécsi alapítvánnyal, a Pécsi Szívbeteg Gyermekekért alapítvánnyal, aki még egyszer mondom, fele annyit kapott, mint a Lázárné által vezetett alapítvány, a Pécsi alapítványban ott ugyanerre a költségre, tehát a mentoroknak a fizetésére dupla annyit, 120-140 ezer nettót adtak, és például erre a módszertani tanulmányra ők csak 8 millió forintot terveztek. Ezt a pénzt már kifizették? Nem. És én nagyon, ezt ugye ezzel szoktak védekezni. Tehát az alapítvány vezetői ezzel védekeznek, meg a Sanda államtitkár is ezzel védekezik, azon kívül, hogy néhány nagyon nagyot hazudik erről, majd hagyd mondjak egy szót, azzal védekeznek, hogy ezt még nem fizették ki, ezt a pénzt. Én azt gondolom, ez semmi mentség, hiszen ha én bemegyek a boltba, és elteszek a pulóverem alá valamit, amit el szeretnék lopni, de azt megtalálják, és még nem vittem el, az nem védekezés. Hadd emeljem ki ezt is, hogy láttam valamelyik nap Sanda államtitkár bement a egyik tévébe, és a kamerába azt mondta, hogy hát a mentorházakra én hazudok, mert hát nem csak 3 mentorháznak a bérléséről volt szó, hanem 25 járásban szeretnének ő irodákat bérelni. 25 tanácsadó helyszínköltsége. Nem csak tévében mondta ez a hivatalos közlemény az Emberi Erőforrások Minisztériumának. Úgy hazugsága, hogy van, tehát ugye itt nem fogja látni a kamera, de szóról szóra le van írva, itt van feketén-fehéren 80 millió forint 3 mentorház bérlésére 30 hónapra. Ez feketén-fehéren itt van, tehát ezt nem a semmiből veszem. Ugyanakkor ugye volt Szegeden egy meglehetősen megrendezett, elvileg az lett volna, hogy kérdéseket adnak, vagy válaszokat adnak a kérdéseimre, ez nem történt meg. Ott szó sem volt arról, hogy 25 mentorház lenne, ott annyi válasz volt, a Csepregi találta ki, hogy hát még azt nem tudják, hogy hol lesznek
ezek a mentorházak, mert nem tudják, hogy hol lesznek a koraszülöttek. Egy egészen elképesztő védekezés volt. Azóta találták ki ezt a 25 Én olyan tátott szájjal ülök és hallgatom megint ezeket a számokat, mint már nem először. De ez eddig a minden közül a legsúlyosabb. Hát azért az iskolák felújítására, kifestésére költött összegek. Na, szóval sok súlyos ez volt azért, már. Mert ezek a tehát ez az összes embertársunk közül a legkiszolgáltatottabb, legvédtelenebb embertársaink. Ebből a szempontból persze igazán. Na, csak azt akartam mondani, hogy annyira tátott szájjal hallgatom, hogy ami másik témát fel akartam vetni, hogy változik az LMP, és hogy merre felé fordul, arra semmi ahhoz idő. Ahhoz képest ez nem fontos. Igen, lehet hogy igazán. Ehhez képest az nem fontos. Ilyenkor történhet az, hogy ez az egész semmis, és kezdjük előről a folyamatot, megpályáztatják újra, visszavonják. Vannak ilyen esetei? Vannak ilyen sikerei? Itt ugye ez azért speciális, mert ez egy egészen új és friss projekt. Korábban, amiket bemutattam, ott Lázár János mindig azzal védekezett, hogy ezeket azért lopták ezeket a pénzeket, mert ezt még 2007-ben a szocialisták kezdték el szervezni. Na most jelen pillanatban ez már a teljesen új ciklus, és ezért is ennyire kellemetlen ez Lázár Jánosnak, azon kívül, hogy a felesége van benne a kuratóriumban, mert ez az ügy egy teljesen új történet, és van egy tágabb értelmezése, mégpedig az, hogy ő dicsekedni szokott a miniszter, hogy ők már leosztották azt a 10 000 milliárd forintot tulajdonképpen 2 év alatt. Úgy szoktam mondani, hogy kipörgettük, leosztottuk, most már tulajdonképpen a következő kormánynak elvileg semmilyen ráhatása nem lenne erre. Ez így történik, ha így nagyon könnyű leosztani, akkor, hogyha 50 000 forintos óradíjakkal fogok tanulmányokat iratni a kisgyerekek. De nagyon remélem, hogy ez sikeres lesz, sőt, biztos vagyok benne, hogy ezt így ebben a formában nem fogják engedni. Van egy olyan információm, hogy eleve az egész szabálytalan volt, ezt még ellenőriznem kell, ennek a szabálytalan volt az odaítélése, és nagyon remélem, hogy ezt meg tudjuk menteni, ezt a pénzt valóban a koraszülöttek számára. Úgy legyen, köszönöm. Köszönöm szépen.